Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen a műhelyemből. A mai videóm során házi készítésű napkollektort fogok készíteni ebből a fekete csőből, amit itt láttok mellettem. Napkollektoros videókat már korábban készítettem, és néhányan beírtátok a komment mezőbe, hogy nem lenne egyszerűbb elkészíteni az egész napkollektort egy fekete csőből. Megnézzük, meg lehet-e csinálni egy fekete csőből, miként működik így nyáron. Szerintem egy ilyen fekete csőből készített napkollektornak akkor van létjogosultsága, hogyha például egy kis merencének a vizét szeretnénk kellemessébe tenni, vagy pedig van egy kerti zuhanyzónk. Ennek ellenére a fekete csőből készített napkollektor teljesményét szerintem nem szabad lebecsülni. Gondoljatok bele, milyen sok energiát is lehet hasznosítani. Ez itt 100 méter cső, 20-as átmérő. Ennek a csőnek a felete több négyzetméter. Tehát ha kiteríted és rásüt a nap, akkor több négyzetméter áll rendelkezésre, hogy begyűjtsd a napból az energiát. És most már nevezzük nevén ezt a fekete csövet, például ez a fekete cső lehet KPE, vagy pedig LPE cső. A PE ezekben a polietilénre utal, tehát mind a kettőnek, a KPE-nek és az LPE-nek is polietilén az anyaga. A KPE és az LPE cső között azért sok különbség van, a KPE cső az nagy sűrűségű anyagból készült, az LPE pedig kis sűrűségű anyagból készült. Ennek következtében például az LPE cső könnyebb, általában vékony falvastagsággal készítik, és kisebb nyomást bír ki, mint például a KPE cső. A KPE csöveket az élet sok területén használják, leginkább az ivóvíz továbbítás kapcsán hallod a KPE cső kifejezést, az LPE csövet pedig az öntözés technikában használják leginkább. Nekem itt LPE csövön van, közelebb hozom a kamerát, megmutatom, miként néz ki. Ez itt az asztalon 100 méter hosszúságú LPE cső, 20 mm átmérőjű, 1,2 mm a fal vastagsága. Ezt fogom felhasználni, készítettem hozzá egy kis tartószerkezetet, nem biztos, hogy mind a 100 méter felfér a tartószerkezetre, majd meglátjuk, mindjárt mutatom a tartószerkezetet is. Ennek a csőnek az anyaga elvileg UV álló, az én véleményem az, hogy 5-10-20 év alatt valószínűleg ennek az anyagát is kikezdi a napsugárzás, de ez csak az én véleményem. És lehet ezekhez vásárolni például ilyen gyors csatlakozós idomokat. Itt látjátok, ezt mondjuk letekerem, és ez egy háromnegyedes végződés, itt egy külső menetes, és akkor ez lenne a gyors csatlakozó része, egy félkézzel azért nem olyan egyszerű, és akkor nyilván ezt rá kell húzni ide, ezt bele kell tolni, most félkézzel nem fog menni, és akkor ezt rá kell húzni, és ha minden jól megy, és szépen nem sorjás itt, és rendesen le van vágva, akkor tömíteni is fog, és van hozzá mindenféle idom, úgyhogy ezeket is szépen össze lehet szerelni, és nem kell hozzá különleges szerszám. A tervem az, hogy az előbb látott csövet feltekerem egy csiga alakban, nem biztos, hogy mind a 100 méteres csövet fel tudom tekerni egy csiga alakba, de feltekerek amennyit csak tudok. Itt ezen a ponton beérkezik majd a hideg víz, és itt elvileg ezen az oldalon jön valamennyivel melegebb víz. Ugye a hőmérséklet különbséget mérni tudom majd, nem sokára megmutatom, hogy mivel. A hőmérséklet különbség pedig a napsugárzás miatt keletkezik, ugye itt érkeznek a napnak a sugarai, azok megpróbálják felmelegíteni ezt a csövet, a benne lévő víznek pedig átadja a felmelegedett cső az energiát. Igazából én is úgy vagyok vele, mint sokan más, hogy a teljesítményt szeretném igazából megtudni, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ez milyen teljesményű fűtőbetétnek felel meg. És ezt a teljesítményt értsd úgy, hogy van egy tartályom, a tartályban mondjuk van 1 liter víz. A tartályba belelóg egy elektromos fűtőbetét, ezt mondjuk bedújjuk a konnektorba, és innen felvesz valamilyen teljesítményt. És hogyha ez a víz 1 másodperc alatt 1 Celsius fokkal lesz melegebb, akkor ez a felvett teljesmény az 4,2 kW körülbelül. Ez a 4,2 kW egészen pontosan azt jelenti, hogy ez a fűtőszál a vízben kb. 4,2 kW-osnak kell lennie, ahhoz, hogy 1 másodperc alatt 1 fok Celsius fokkal legyen melegebb 1 liter víz. És ezt itt lefordítva erre, ez azt jelenti, hogy ha mérem itt a belépő víznek a hőmérsékletét, és a kilépő víznek a hőmérsékletét, és másodpercenként 1 liter folyik át, akkor ez a csiga, amit itt láttok, 4,2 kW-os fűtőbetétnek felel meg. Hogyha kisebb a hőmérséklet különbség, értelemszerűen ez a teljesítmény kisebb lesz, ha pedig kevesebb vizet tud felmelegíteni ennyi idő alatt, akkor pedig értelemszerűen szintén kevesebb lesz a teljesmény. Tehát, hogyha mérem a hőmérséklet különbséget a belépő és a kilépő oldalon, illetve az átfolyásnak a mennyiségét,
akkor meg fogom tudni határozni az energiát is, illetve a teljesítményt is. Ugye az energiát majd zsúlyba fogom meghatározni. A hőmérséklet méréshez készítettem egy hőmérőt. Két darab szenzora van, ez az egyik, ez a másik, és 100 fok pontossággal képes hőmérsékletet mérni. Itt fogjuk látni majd az eredményt a kijelzőn, és egy kis Arduino Uno hajtja ezt. Van itt egy kis tápegységem, ez így néz ki, két darab bitumion cella van benne, van rajta egy DC-DC konverter, és itt 12 volt tart ki. Ez tökéletes ahhoz, hogy bekapcsoljuk az Arduino Uno-t ezen a csatlakozón keresztül. És itt már is látni lehet a mért értékeket, 23,62 és 23,3 fok. Ha megfogom az egyik hőmérséklet szenzort, akkor 2 másodperces frissítéssel emelkedni fog az a mutatott szám, hiszen én az ujjammal melegítem. Szóval van egy hőmérőm, ezzel mérem majd a hőmérséklet különbséget, pontosabban a két hőmérsékletet, és kivonom az két értéket egymásból, és így lesz hőmérséklet különbség. És van két darab másfajta hőmérőm is. Ez úgynevezett K-típusú szenzort használ a hőmérséklet mérés során. Elvileg 10 fok pontosságú, viszont a méréshez szerintem szükség lesz a 100 fok ismeretére is, úgyhogy nem ezt fogom használni. Itt van belőle egy másik hőmérő. Ennek a jó napja van, akkor érintkezik az elem, ha rossz napja, akkor nem. Most éppen a kettő között van valahol. Úgyhogy ezeket most félre fogom tenni, és az Arduino-s megoldást fogom használni. A kilépő víznek a mérése az elég egyszerű lesz, abból a szempontból, hogy ezt a hőmérő csippet gyakorlatilag belehelyezem a vízáramba, és akkor feltétlenül megtudom a kilépő víznek a hőmérsékletét. A belépő víznél viszont nem tudom belerakni közvetlenül a vízáramba, vagy legalábbis problémákat okozna, legalábbis számomra egészen biztosan, úgyhogy azt teszeltem ki, hogy ide kötöm majd a kerti slagot. Ez itt rézidóm, ide helyezem a hőmérőszenzort, van itt hővezető pasztám valahol itt, jól behővezető pasztázom a szenzort, hogy jó termikus kontaktusban legyen ezzel a rézzel, körbetekerem szigetelőszalaggal, teszek ide majd egy kis hőszigetelőanyagot, ezt is körbetekerem, és gyakorlatilag a rézidomon keresztül tudom majd mérni a belépő víznek a hőmérsékletét, és akkor ide tudom csatlakoztatni azt a hosszú LP1 csövet, amit az előbb az asztalomon láthattál. Ezt a szerkezetet pedig fából készítettem, és itt szögek vannak 4 cm-es távolsággal, ugye 2 cm átmérő a csövem, tehát hogy ide rakom, akkor mondjuk lesz mellette váratlan 2 cm hézak, tehát nem lesz túlságosan sűrűn ez a csiga alak, hanem 2 cm cső, 2 cm szünet, 2 cm cső, és akkor így tervezem ezt az egészet ilyen spirál vagy csiga alakba feltekerni. A méretekről annyit, hogy ez innentől eddig 1 méter, és akkor ez értelemszerűen ez a rész itt 141 centi körülbelül, és innentől kezdve megint ez 1 méter. Tehát ez is 1 méter, ez is 1 méter, tehát ez egy derékszögű háromszög, ez a két darab befogó, ez ki. Mindjárt teletekerem csővel, remélem gyorsan fog menni, meg valahogy ki is néz, mert most, hogy össze van tekerve egy ilyen nagy kupacba, elég kezelhetetlen az egész cső. Na, úgy néz ki az előbb mutatott fakeret, képes volt fogadni mind a 100 méter csövet, így néz ki, még lehet, hogy ráfért volna egy kicsi. Szóval 100 méter cső spirál alakban, és itt raktam egy hőmérőt. Ez a hőmérő most azt mutatja, hogy ott a cső végénél hány fokos a levegő, kb. 30 fokot mérek, és mutatom az égboltot. Itt láthatjátok, kicsit felhős az égbolt, úgyhogy a mai nap ilyen körülmények között lehet tesztelni. Nyilván verőfényes napsütésben sokkal jobb eredményeket lehetne mérni, de ezt is érdemes kipróbálni. És van itt egy ilyen hőmérőm, ennek segítségül is meg tudjuk nézni, hogy hány fokos a cső. Meg akarom úgy rakni, hogy a cső hőmérsékletét mutassa. Hát talán valahogy így. Kicsit több mint 37 fokos, majdnem 38, most már több is mint 38. Nyilván a hőmérséklet erősen függ a napnak az intenzitásától is, meg attól is, hogy fújja a szél vagy sem. Nyilván, hogyha fúj a szél, az hűti ezt az egészet, és kevesebb energiát tudunk majd a víznek átadni. Most még a teljes cső üres.
úgyhogy lassan rá kellene kötni a vízhálózatra, és akkor mérni fogom a belépő víznek a hőmérsékletét, a kilépőjét, ugye meg lesz abból a hőmérséklet különbség, és tudjuk, hogy mennyi víz áramlik át, akkor meg lehet tudni, hogy milyen teljesítményre képes egy ilyen kis barkács szerkezet. Ahogy nemrég mondtam, az egyik hőmérsékletmérő szenzort hozzárögzítettem ez az idomhoz, szigetelőszalaggal, itt mögött a szigetelőszalag mögött, azt meg a szenzor mellett, alatt, stb. Hővezető paszta van, minél jobb hőkontaktusban legyen, ide rakom meg ezt a kis hőszigetelő anyagot így, és akkor ezt bekötöm ezzel a slaggal, és akkor a hőmérsékletmérő már tudja mérni a belépő víznek a hőmérsékletét. Na végül úgy volt a legegyszerűbb bekötni, hogy ez lesz a rendszernek a bevente, ide kötöttem a kerti slagomat, majd ki kell nyitnom a csapot, ebben még nincsen víz. Az pedig a kimenete, és az egyik hőmérsékletmérő szenzor az itt van, a másikat pedig beledugtam abba a csőbe, mutatom. Majd mindjárt megoldom, hogy a vízsugár ne tolja ki a szenzort itt a cső végéből, és akkor itt van a hőmérsékletmérő, meg van úgy sem, hogy lássuk a kijelzőt. Itt láthatjátok, a T1 az 34,8 fokot mutat, ez majd a belépő víznek a hőmérséklete lesz, ami onnan jön, és a T2 pedig a kilépője lesz, most értelemszerűen ott az idomnak a hőmérséklet méri, annak a T rézidomnak, sárga rézidomnak, itt pedig a csőből kijövő levegőnek a hőmérséklet méri ez. És továbbra is egy kicsit felhős az idő, nézzük meg most hány fokos ez a fekete cső. Na, megnézzük, mi az a max, amit mutat. Most 50 fok környékén van. De mondom, nincs benne víz, még nem érte víz ennek a csőnek a belsejét. Na, kinyitom a csapot, és akkor induljon a kísérlet. Na, most már folyik be itt a kerti slagon keresztül a víz. Szerintem még nem ért át ezen a 100 méteres csövön, majd mindjárt megnézem, hogy átérte, de szerintem még nem. Itt még nem folyik. És mit mutat a kijelző itt? Azt mutatja, hogy a befolyó víz hőmérséklete körülbelül 23,8 fok, és 31 fok van itt, ahol még nem folyik a víz. Várok egy kicsit, mindjárt kijön az összes levegő a rendszerből. Na, úgy néz ki, hogy légtelen lett a rendszer, szépen folyik ki itt a víz. Ez egy 3/4-es kerti slag, ott van benne a hőmérséklet érzékelő, nézi a kifolyó víznek a hőmérsékletét, és itt van a kijelzőm, körülbelül 1 fokkal melegebb a kilépő víznek a hőmérséklete, mint a belépő vízé, viszont most kicsit felhős az idő, most így néz ki, tehát ez még egy kicsit rosszabb, mint az előbb volt. Na, még arra várunk, hogy jobban süssön nap, nézzük meg, hogy mennyi vizet képes átengedni így az a rendszer, azt a csapot teljesen kinyitom, a csőnek, a zöld csőnek a másik vége rá van kötve a kerti csapra, az nincs teljesen megnyitva, de mindig úgy fogok mérni, hogy ez teljesen ki van nyitva, a kerti csapnak a másik fele pedig mindig ugyanabban az állapotban lesz. Úgyhogy nézzük meg, hogy ez a kanna mennyi idő alatt telik meg vízzel, hogyha kinyitom azt a piros csapot, amit az előbb mutattam. Na, meg is volt a mérés, nem tudom pontosan, nem volt nálam óra, majd visszanézem a videóról, kb. 3 perc alatt telt meg ez a kanna, és nézzük meg most jelenleg, mit mutat a hőmérsékletmérő szenzor. Körülbelül 2 fokkal lesz melegebb a kifolyó víznek a hőmérséklete, a pontos értékeket itt látjátok, 21,1 fokos víz folyik be, és 22,4 folyik ki, hát ez most már kevesebb, mint 2 fok. Nagyon erősen függ ez az érték attól, hogy mennyire süt a nap. Viszonylag gyorsan reagál a rendszer rá, tehát nem 1-2 másodperc alatt, de mondjuk egy fél perc alatt már látványosan meg tud nőni itt a kimenő oldalon a víznek a hőmérséklete, a mutatott érték. És mondom, még így gyakorlatilag szűrt napsütésben is most jelen pillanatban 1 fokkal melegebb a kilépő víznek a hőmérséklete. Szóval most már nem kell feltétlenül az edénybe folyjon a víz, ide folyik részlegesen mellé, hiszen tudjuk, hogy mennyi alatt töltjük föl ilyen vízárammal ezt az edényt.
Na az a kis fátyolfelhő csak nem akar onnan elmenni. Azért nem olyan vészes a helyzet. Megnyitottam a csapot, nézzük most mi a helyzet. Szóval így, hogy jobban kisütött a nap, nézzétek meg, körülbelül 3 fokkal melegebb a kilépő víznek a hőmérséklete, mint a belépőé, és az átfolyási adatokból, és ezzel a körülbelül 3 fokkal ki tudjuk számítani a teljesítményt. Úgyhogy ezt most el is zárom, nem pocsékolom a vizet. Na és ez alapján, a kép alapján szerintem világossá válik, hogy miért hagytam hézagot a csövek között. Ugye 2 cm átmérő a cső, és itt van 2 cm hézag. 2 cm cső, 2 cm hézag. Így nem árnyékol rá az egyik cső a másikra. Ha ezeket közel helyezném egymáshoz, akkor mi jók vagyunk abban esetben, hogyha felülről érkeznek a napsugarak. Viszont ha szögből érkeznek a napsugarak, mondjuk ebből az irányból, akkor ez a cső árnyékot vet a másikra, és már is nem tudok akkora füledet hasznosítani, pontosan nem akkora füled dolgozik, mintha így egy kis hézagot hagyok közöttük. Úgyhogy célszerű egy kis hézagot hagyni, így nyugodtan le lehet helyezni az egészet a földre, teljesen jó viszintesen is, nem fontos megdönteni ezt, mint általában a síkkollektorokat. Ezt a síkkollektort mutattam nektek a múltkori videómban, ez 2 négyzetméteres síkkollektor. Megnéztük a maximális testményét, ami kb. 2 kW volt. Tehát olyan, mintha 2 kW-os elektromos fűtőbetét fűtötte volna ennek a medencének a vizét, ami most itt le van takarva. Ezeket érdemes megdönteni. Az előbb mutatott síkkollektoros megdöntött megoldása szemben ezt nyugodtan el lehet helyezni vízszintesen is. Így is viszonylag jól fog működni, ez az elrendezés így, hogy hézagok vannak a csövek között, biztosítja azt, hogy lehetőség szerint minél nagyobb legyen a hasznos fölet, amit a napsugárzás felmelegít. És itt ezen a képen az én vákumcsöves napkollektoromat láthatjátok, sok-sok évvel ezelőtt telepítettem föl, hibátlanul működik. Itt ugye az a lényeg, hogy ez egy dupla falú üvegcső, a két fal között valószínűleg vákum van, azért nevezik vákumcsöves napkollektornak, a belső cső alatt pedig egy részcső van, a részcső fel van töltve gázzal, és egy heatpipe rendszer felviszi oda a meleget, ott felmelegíti. És ebben az a jó, hogy hiába fúj a szél, vagy alacsony a külső hőmérséklet, a külső hőmérséklet kevésbé van hatással arra, hogy mennyire tud felmelegedni a vákumcsőnek a belseje. És ahogy az előbbi vákumcsöves megoldásnál láttad, ott sem helyezték a csöveket közvetlenül egymás mellé, hanem volt hézag. Pontosan azért, amiért elmondtam, hogy az egyik cső ne árnyékoljon rá a másikra, ez a vákumcsöves megoldásnál is igaz. Viszont van egy másik oka is, hogyha ide egy hőtükröt helyezek mögé, akkor el lehet érni, hogy valamennyi energia, ami átjut itt a csövek között, az visszareflektálódjon a csőnek a hátuljára, ezáltal tovább lehet növelni ennek az egésznek a teljesítményét. Ez lenne az a nagy alumínium edény, amit láttatok, hogy feltöltöttem, ugye mértem az időt, és 190 másodperc alatt töltöttem fel színültig ezt az alumínium edényt. Korábban már megmértem, hogyha teljesen teletöltöm ezt az edényt, akkor 24,5 liter víz fér bele. És így ki lehet számolni, 24,9-et el kell osztani 190-nel, és így megkapjuk, hogy ennyi liter per másodperccel tudtam az edénybe juttatni a vizet a csőkígyón keresztül. És ezt az egészet bemásoltam ebbe az Excelbe, itt van az idő, itt a térfogat, itt pedig megtudjuk, hogy mennyi liter áramlott át másodpercenként. A víznek a sűrűségéből megtudjuk ugyanezt kilogramm per szekundumban is. Ezt az értéket beírtam ide, itt pedig a hőmérséklet különbség van, ami a belépő és a kilépő víz hőmérséklet között van. Ha ez 3 fok, akkor itt látjátok, zsúlban ennyi energiát vett föl másodpercenként a rendszer. A zsúl az nem más, mint watt szekundum, úgyhogy innen könnyedén megtudjuk, hogy ez annak fel meg, mintha egy 1615 wattos elektromos fűtőbetétet helyeztem volna egy vízbe, és az melegítette volna a vizet. És ezt átírhatjuk egyre is, hiszen néha azt láttuk, hogy csak 1 Celsius fok különbség van, akkor ez 538 wattnak fel meg egy ilyen elektromos fűtőbetéttel ekvivalens, illetve hogyha 2 fokot írok be ide, akkor körülbelül 1 kW-os fűtőbetéttel ekvivalens. Igazából egy normál napsütés esetén ez a 2 fokos hőmérséklet különbség reális, úgyhogy ezzel a 2 négyzetméterrel gyakorlatilag azt lehet elérni, hogy mintha egy 1000 wattos elektromos fűtőbetéttel fűtenénk a vizet. Ezzel az egyszerű kísérlettel megtudtam, hogyha van egy 100 méteres csöm, és azt feltekerem a spirál alakba, akkor nem túlságosan nagy duranás elérni 1 kW-os fűtőteljesítményt közepes napsütés esetén. Ugye az 1 kW az úgy értendő, mintha vennék egy 1 kW-os elektromos fűtőbetétet, azt csatlakoztatnám az elektromos hálózathoz,
fizetném annak a számláját, és ez fűteni a vizemet. Ha egy kicsit erősebb a napsugárzás, akkor simán másfél kilowattos érték felé megy ez a fűtő teljesítmény. De a 2 kilowatt sem elképzelhetetlen, gyakorlatilag, hogyha nagyon erősen süt a nap nyáron, nyár közepén vagyunk a déli órákban, szerintem simán 2 kilowatt és fűtő teljesítmény feletti értéket lehetne mérni. Na és most felmerül a kérdés, hogy mennyibe kerül egy ilyen csőspirál. Én 12.000 forintot fizettem érte azért a 100 méteres LPE csőért. Ahogy haladunk előre az időbe, szerintem ez egyre drágább lesz. A KPE cső az még drágább, nyilván annak vastagabb a falvastagsága, jobban bírja a nyomást, valószínűleg jobban bírja az UV-sugárzást is, viszont sokkal drágább is. De ami nagyon fontos, hogy ez a konstrukció az időjárásra nagyon érzékeny. Ha jön egy kis szél, az brutálisan le tudja csökkenteni ennek a teljesítményét. És ugyanez igaz a levegőnek a hőmérsékletére. Ugye vannak olyan esetek, amikor erősen süt a nap, de hideg viszonylag a levegő. Ha hideg a levegő, akkor vissza fogja hűteni a fekete csőnek a fületét, ugye pláne, hogyha még széllel is kombináljuk az egészet, hideg levegő széllel egészen le tudja rontani ennek az egésznek a hatásfokát. Ezért van az, hogy a sík kollektorok elejére helyeznek egy üveget, mögé pedig jó hőszigetelést, hogy valamennyire az időjárás viszontagságaitól függetlenítelessen ezt, és ugye a vákumcsöves kollektor, amit mutattam, az dettó ugyanez, az is valamennyire független attól, hogy mekkora a környezeti hőmérséklet, tehát mennyi a levegőnek a hőmérséklete, illetve mennyire fúj a szél. Lehet ezen még egy kicsit tovább barkácsolni, majd egy későbbi videómban megnézzük, mit lehet rajta módosítani, hogy egy picit jobb legyen. Ezzel a videóval készültem számotokra, remélem hasznosnak találtad, további szép nyarat, örülök, hogy jöttetek, sziasztok!